Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Hétfőn megkezdődött a népszámlálás május 15-ig tartó úgynevezett önkitöltési időszaka, amely alatt az ország lakosai internetes felületen online tölthetik ki adataikat. A mostani cenzus statisztika történelmi mérföldkő, itthon legalábbis, egyrészt először van lehetősége a lakosságnak online is kitölteni a kérdőívet, vagyis először nyílik alkalom arra, hogy mindenki saját maga írja be adatait, nemzetiségét, anyanyelvét és vallását. Másrészt a hatóságok nem papíron, hanem eleve elektronikusan rögzítik a feldolgozandó adatokat. A ma esti 24 pluszban főként az előző témára koncentrálunk. Miért fontos az, hogy részt vegyünk a cenzus önkitöltős szakaszában? Hogyan tölthetjük ki a formanyomtatványokat az egész család, vagy akár a hozzánk forduló rokonok, barátok, szomszédok nevében? Barna Gergő szociológus, a Magyar Népszámlálási Kampány lebonyolításával megbízott Közpolitikai Elemző Központ Egyesület elnöke a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez nagyon jól hangzik, ez az önkitöltős módszer. Számomra nagy kérdés azonban az, hogy, és egyáltalán nem célom az, hogy elbátortalanítsam az embereket, épp ellenkezőleg, de nagy kérdés az, hogy mennyire boldogulunk ezzel, mert nyilván nem annyiról szól, mint amiről megnyitni a Facebook hírfolyamunkat, vagy a YouTube csatornát. Mennyire boldogulnak az első napok tapasztalatai, mik? Mennyire boldogulnak az erdélyi magyarok ezzel? Hát ez nagyon jól hangzik ez a módszer, és szerintem egy nagyon hasznos módszer is. Tehát egy olyan lehetőséget kínál, egészen pontosan egy olyan társadalmi rétegnek kínál lehetőséget, aki ezt részesíti előnybe. Tehát felnőtt most már az a generáció, aki könnyebben boldogul az interneten, és olyan szempontból, hogy Románia bevállalta ezt a módszert, ez szerintem egy fontos dolog, egy nyitás. Nyilván, hogy az a kérdés, hogy ez mennyire fog működni, és ami a felvetésedben is elhangzott, így van, egy kicsit bonyolult. Tehát ahhoz képest, amivel meg vagyunk szokva. Ez a kicsit, ez mit jelent? Egytől tízes skálán? Nem tudom, hát egy olyan hetes, mondjuk egy hetes. Tehát lehetett volna egyszerűbben is megoldani, tehát láttunk más országokban sokkal rövidebb kérdőívet, és sokkal egyszerűbben megoldva. Itt el van egy kicsit bonyolítva, úgy, mint általában minden Romániában, de abszolválható, tehát megoldható, tehát beindult hétfőn, elég nagy volt a leterheltség, akadozott vagy két napig, de most már mondhatni azt, hogy tökéletesen működik maga a felület, lehet regisztrálni, ki lehet tölteni a kérdőívet. Egy nagy problémánk van, és azt már is jelzem az elején, tehát az az elsődleges problémánk, hogy be lehet küldeni a kérdőívet akkor is, hogyha nem válaszoltunk minden kérdésre. Tehát minket nagyon sokan hívtak a telefonos tudakozóba, hogy nem is volt a kérdőívbe etnikai kérdés. Hát mondtuk, hogy dehogy nem, hogy ne lett volna. Hát ő nem jutott el addig, ő lezárta, beküldte a kérdőívet. De miért? És a rendszer... Megjelenik időközben? Megjelenik egy ablak, hogy hát nem időközben, hanem egyfolytában. Ott van a... Tehát úgy kell elképzelni a kérdőívet, hogy ilyen dinamikusan nyillik meg. Tehát minden kérdés csak azután látszik, miután az előzőt kitöltötted. És közben mindig ott lebeg az alján, nagyon csábítóan egy gomb, hogy complete interview, tehát hogy fejezd be a kérdőívet, és nyilván valaki, tehát teljesen jó indulattal is véletlenül oda kattinthat, mert azt hiszi, hogy akkor a végére ért. Elúszott minden, vagy, hát vagy utána van... még van még egy gomb, még egyszer meg kell nyomni a finalizáré gombot, és akkor elúszott abban az értelemben, hogy azt a kérdőívet beküldted, nem tudod még egyszer megnyitni. Van rá gyógyszer, van rá megoldás, viszont elég fájdalmas. Ez azt jelenti, hogy újra kell kezdeni előről a procedúrát, tehát újra kell regisztrálni, és akkor újra kapunk a linket, újra tehát kapunk e-mailt. Tehát lehet érvényteleníteni a félig kitöltött kérdőívet, lehet érvényteleníteni? Hát azt oldod meg ezzel, hogy be tudsz küldeni egy másikat, ami hogyha teljesebb, akkor azt fogják, tehát mindig a legutoljára beküldöttet fogják figyelembe venni, tehát végülis megduplázod a saját kérdőívedet, de akkor azt már jobban vigyázol, hogy végig menjen rajta. Tehát több ilyen esetünk volt, ezeket megoldottuk, illetve próbálunk megoldást találni arra is, hogy jelezze, tehát ezt kértük a Bukaresti Statisztikai Intézettől, hogy jelezze a rendszer, hogy kedves válaszadó, köszönjük, hogy foglalkozol ezzel, de még nem fejezted be,
térjél vissza, mert még van öt kérdésed, amit meg kell válaszolni. Nekünk azért olyan fontos ez, mert maga az etnikumra, az anyanyelvre, vallásra vonatkozó kérdés szinte a kérdőív végén van, tehát jó eséllyel, vagy megvan annak az esélye, hogy korábban lezárod. Nyilván azt próbáljuk a magyar lakosságnak elmagyarázni, hogy addig még ezekre a kérdésekre nem válaszolt, addig ne zárja le a kérdőívet, mert akkor nem lesz etnikuma, tehát ilyen szempontból nyilván, mint romániai lakos regisztrálva lesz, de nem lesz meg a számunkra olyan fontos három változó. Tehát akkor ez az egyik veszély, vagy az egyik pont, amire figyelni kell a kérdői kitöltésekor, hogy mivel az etnikai, anyanyelvi, felekezeti, hovatartozásra vonatkozó kérdések a végén vannak, ne engedjünk a csábításnak, és ne kattintsunk a beküldés gombra. Én azt tapasztaltam, hogy vannak azért jó dolgok is ebben a kérdőívben, például én, aki 1984-ben születtem, nem írhatom be azt, hogy 1990-ben érettségiztem. Így van, tehát a nagyon nagy előnye ennek a digitális kérdezésnek az, hogy nagyon sok mindent maga a rendszer már össze tud vetni, tehát mindenféle matematikai algoritmus fut a háttérben, tehát nyilván, hogyha gyerek vagy, akkor nem kérdi meg azt, hogy dolgozol-e, vagy hogyha egy éves vagy, akkor azt se kérdi meg, hogy milyen egyetemet végeztél. Tehát megvannak ezek az algoritmusok, ezek a szűrések, amik jól működnek. Tehát azt is el kell mondjuk, tehát nyilván mi nagyon aggódunk ez a probléma miatt, hogy le lehet zárni a kérdővet, de jobban működik, mint ahogy számítottunk. Tehát benne volt ebbe a pakliba az is, hogy lesznek más problémák is magával a rendszerrel, de nem. Tehát jól működik, jól működnek ezek a különböző összefüggéseknek az ellenőrzése, tehát minimális hibák vannak magában a kérdőívben, tehát kitölthető, át lehet rajta menni. Ha nem másfélszer kell kitöltsük ezt a kérdőívet, hanem csak egyszer, és nem kattintottunk csak akkor a beküldés gombra, amikor minden adatot bevittünk, akkor körülbelül hány percet vesz el ez az életünkből? Igen, ez az örök kérdés, amire nincs válasz. Azért nincs válasz, mert ez nagyon sok mindentől függ. Tehát azt tudjuk mondani, hogy egy egyszemélyes háztartásnak a kitöltési ideje az mondjuk, hogy az egy fél óra. Tehát ezt így lehet számolni, mert nyilván attól függ a hossza a történetnek, hogy hányan lakunk az adott háztartásban. Nem mindegy, hogy egy személy lakik, vagy hat személy lakik, mert mindegyik személynek külön kérdőíve van. Tehát azt jelenti, hogy akkor ezt meg lehet. Hát egy személyi kérdőívnek a kitöltése, nem tudom, második, harmadik után már egy olyan 5 perc. Vagy nem tudom, egy gyerek esetében lehet, hogy 3 perc. Egy felnőtt esetében, akinek munkahelye van, végzettsége van, stb., hogy nyilván hosszabb idő. Tehát ez tényleg változik annak függvényében, hogy mi a jelenlegi társadalmi helyzetünk, milyen életkorban vagyunk. Kezdjük azzal, hogy eldönti a családfő, hogy ő akkor ma este regisztrál és beküldi a családnak az adatait. Hogyan kell kezdeni túl azon, hogy bekapcsoltuk a számítógépet? Igen, nagyon fontos, hogy nem a családfő kell kezdje, ezt most úgy nevezik, hogy háztartásfő. Tehát ez lehet más is, mint a családfő, mert ez nyilván egy poén. Tehát a lényeg az, hogy egy felnőtt személy... Kezdheti az anya is. Kezdheti az anya is akár, vagy egy nagyobbik gyerek is. Tehát 15 év feletti kortól lehetsz háztartásfő ebben a rendszerben. Tehát van egy regisztrációs űrlap, ahol az első pontban pont a háztartásfőt kell beírni, tehát meg kell adni a személy számát, illetve egy e-mail címet kell megadni, ahova majd fognak érkezni a kérdőívnek az elérhetőségei. Utána meg kell adni a szokásos tartózkodási lakhelyet. Tehát ez a tényleges lakcímünket jelenti. Ez nagyon fontos, ebből már több félreértés is származott, tehát nem kell megegyezzen a hivatalos lakcímmel. Tehát a statisztika arra kíváncsi, hogy mi ténylegesen hol lakunk életvitelszerűen, tehát hol töltjük a pihenő időnket. Függetlenül attól, hogy nekünk hol van akár a hivatalos lakcímünk, akár az ideiglenes flotántunk, nem ez érdekli, hanem az érdekli, hogy hol lakunk. És a harmadik pontba kell hozzáadni a háztartás tagjait
ehhez a regisztrációs platformhoz, itt szintén a személyszámot kell megadni, és akkor egyenként hozzá kell adogatni, tehát hogyha 6 fős a család, akkor azt jelenti, hogy ide még 5 személyt kell beadni. Arra vigyázzunk, hogy a háztartásfőt ide már ne írjuk be a harmadik ponthoz, mert az a hibát fog adni. Ez még mindig az úgynevezett regisztráció. Ez a regisztráció, és nagyjából ennyi kérdés van itt, és hogyha ezt elküldjük, el kell mondjuk, hogy nem vagyunk robotok, van egy ilyen ellenőrzés a végén, és hogyha ezt elküldjük, akkor utána meg kell nézzük az e-mail címünket, amit megadtunk. Mi azt javasoljuk, hogy egy e-mail címre kérjük a teljes háztartásnak, a teljes családnak a regisztrációját, hogy ne legyen kavarodás, mert megadható minden felnőtt személyhez hozzárendelhető külön egy e-mail cím, de ezt nem javasoljuk. Tehát a rendszer engedi, rendszer megengedi, többet is. Így van, tehát hogy a teljes háztartás egy e-mail címre jöjjön, ezt úgy kell elképzelni, hogy... Ezt kell keresni, vagy egyelőre nem jellemző, ezt valahogy nagyon jól megoldották, vagy jól működik, viszont arra kell vigyázni, hogy minden személyi számhoz fog tartozni egy e-mail. Tehát hiába egy e-mail címet adunk meg, nem azt jelenti, hogy egy e-mailt kapunk, hanem annyi e-mailt kapunk, ahányan laknak. Tehát 6 fős háztartás, az 6 e-mailt jelent, és akkor mind az e-maileket majd egyenként kell megnyissuk. Célszerű megkeresni a háztartásfőnek az e-mailjét, ezt onnan tudjuk, hogy az e-mailbe írja a személyszámot, írja a csenepét, ki van félig takarva, de rájövünk, mert az elej ott van. Tehát érdemes megkeressük a háztartásfőt, csak azért is, mert a háztartásfő két kérdőívet kap, úgymond, tehát egy link lesz, de amikor megnyitja a kérdőívet, azon belül van a lakásra vonatkozó adatok is, illetve a személyre vonatkozó adatok is. A többiek, akik nem háztartások, azok csak a személyre szóló kérdőívet kapják meg értelemszerűen. Tehát ezt így kell elképzelni, és akkor miután megnyitottad az e-mailbe levő linket, akkor még egyszer bevallod, hogy nem vagy még mindig robot, végre már az lesz, de akkor beenged a kérdőívbe, és akkor lehet elkezdeni a kitöltést. És akkor elkezdődött ez a kitöltés, és közben rájövünk, hogy kezdődik a kedvenc sorozatunk, abba hagyhatom, vagy most ezt muszáj? Abba lehet hagyni. Nyilván célszerű, hogyha úgy ülünk neki, hogyha már rászánjuk azt a fél órát, egy órát a népszámlálásra, akkor lehetőleg ne zavarjon semmi, viszont nyilván nagyon sok minden megzavarhatja a kitöltést. Mi, amikor az oktató videót készítettük, akkor például lemerült a laptop egyszerűen, és akkor újra kellett kezdeni, vagy elveszik az áramot. Újra kell kezdeni előről, vagy pedig úgy lehet újra kezdeni, megjegyzi, tehát mindent ment a rendszer, hanem az e-mailből kell megint a linkre kattintani, és akkor megnyitja a kérdőívet, megint bevallod, hogy nem vagy robot, és ott onnan folytathatod, ahol abba hagytad. Hát lehet az utolsó kérdés nincs rögzítve, mert pont akkor szakadt meg a kapcsolat, de ilyen szempontból újra lehet nyitni, ez egy nagyon fontos dolog, tehát hogyha valami adat nincs nálunk, amit kérnek, vagy tényleg olyan helyzetbe kerültünk, hogy záramot vették el, vagy el kell hamar menjünk valahova, akkor később időpontban vissza lehet térni, és lehet folytatni a kitöltést. Azt megbeszéltük, hogy csak akkor zárjuk le, amikor végigmentünk az összes kérdésen, tehát fél órán belül senki ne zárja. Igen, le. Tehát az a csapda az egészben, hogy nem látod, hogy mikor van vége. Tehát a kérdések nem látszanak, mindig csak egy kérdés lát. Tehát esetünkben akkor van vége, esetünkben a magyarok alatt értem azt, amikor elkezdi kérdezni azt, hogy milyen anyanyelvű vagy nem. Hát azért ne essünk túlzásba, tehát az etnokulturális blokk után, ami az etnikum anyanyelv és a vallás után, még két fejezet van, tehát van az oktatási helyzetre vonatkozó, tehát az iskolázottságra vonatkozó rész, illetve a foglalkoztatottságra vonatkozó rész, és a legutolsó kérdés a felnőttek esetében az, hogy milyen hatással volt ránk a koronavírus járvány. Ezt azért érdemes megjegyezni, vagy azért mondom el, tehát szerintem egy tök fölösleges kérdés, viszont akkor tudjuk, hogy ez volt az utolsó, és utána lezárhatjuk nyugodtan. Megbeszéltük azt, hogy mikor zárni le a kérdőívet, és ha a szomszéddal beszélgetünk, és mondja, hogy hú, nekem volt ez a kérdés, és rájövünk, hogy nekünk nem volt az a kérdés, akkor pontosan mi a teendő? Igen, tehát az egy megoldásunk van, tehát hogyha rájövünk arra például, hogy az etnikai kérdésekre nem válaszoltunk, akkor egy fájdalmas megoldásunk van,
Tehát újra kell kezdeni a regisztrációt, nem tudod újra kezdeni. Tehát miután beküldted, onnan kezdve nem megnyitható már a link. Tehát van ez a beküldési gombot, ezt a finalizárit, ha megnyomod, akkor beküldi a rendszernek, és kapsz egy köszönő levelet, hogy akkor részt vettél, köszönik szépen, illetve csatolják is a kérdőívednek a PDF-es változatát, tehát majd meg tudod nézni, hogy mit rögzített a rendszer, viszont nem tudsz visszalépni. Tehát, hogyha elrontottad, akkor az az egyetlen megoldás, hogy magát a regisztrációt kezded előről, azt viszont megengedi a rendszer, és akkor az utoljára kitöltöd. Honnan tudom meg azt, hogy jól dolgoztam? Honnan tudom meg azt, hogy jól töltöttem én ki a kérdőívet? Hát azért nehéz elrontani a kérdőívet egyrészt, másrészt színkódok vannak a kérdőívben, tehát a kék azt jelenti, hogy még nem töltöttük ki, a piros azt jelenti, hogy valamiféle logikai hibát követtünk el, és a zöldre vált a szín, hogyha helyesen ki van hogy a beküldött kérdőíveket azokat is ellenőrzik, az egy következő fázis, igen, egy következő fázis, hogy validálják, érvényesítik a beküldött kérdőíveket. Erre azt mondják, hogy legalább 3, legtöbb 7 nap telik el, és a recensement.romania.ro honlapon van egy olyan rész, egy felület, ahol a személyi számot beírva meg tudjuk nézni az eredményt, tehát hogy elfogadták vagy nem fogadták el a kérdőívünket. Abban az esetben nem fogják elfogadni, hogyha valami logikai hiba van benne, vagy pedig a kitöltési arány alacsony. Ezt még nem tudjuk pontosan, hogy mit jelent, ezt meg fogjuk látni. A kitöltési arány azt jelenti, hogy nem válaszoltál, hogy nem válaszoltál minden kérdésre. Ez azt jelenti. Tehát ez azt jelenti, hogy nem válaszoltál minden kérdésre, csak nem tudjuk azt, hogy mik ezek a kritériumok pontosan. Tehát ezért hangsúlyozzuk azt, hogy végig kell menni a kérdőíven, mert másképp az is megtörténhet, hogy te jó hiszeműen félig kitöltöd, már azt hiszed, hogy mehetsz is kérni a szabadnapot a munkáltatótól, és utána kiderül, hogy hát nem érvényesítették a kérdőívedet, mert hogy nem válaszoltál mindenre. Tehát akkor miután kitöltöttük a kérdőívet, ajánlott 3 és 7 nap között hát egy hét múlva meg lehet nézni. Megnézni a személyi számunk beírásával, megnézni, hogy érvényesítette a rendszer. Igen, és ez azért is fontos, mert ez alapján kérhető ez a szabad nap, tehát azoknak, akiknek munkaviszonyuk van, azok kérhetnek egy fizetett szabadnapot a munkáltatótól, és ezzel tudják bizonyítani. Tehát ott tudnak, még nem láttuk ezt a rendszert, hogy működik, mert még nem telt el a 7 nap, de állítólag ott le lehet majd tölteni egy bizonylatot arról, hogy akkor te részt vettél és kitöltötted. És itt fontos, mert ezzel kapcsolatban érkeztek kérdések, tehát ez mindenkire vonatkozik, akinek online kitöltése van. Lehet, hogy az apuka vagy az anyuka tölti ki mindenkinek a kérdővét a háztartásból, de vonatkozik a másik félre is. Tehát nem azt nézik, hogy kitöltötte ki, hanem kinek érkezett be érvényesített kérdőíve. Tehát ez a munkaszüneti napra vonatkozik. Ez a munkaszüneti napra. És a gyerek nem megy iskolába? A gyerekekre nem vonatkozik sajnos. A Statisztikai Intézet által kidolgozott online felület mondjuk el azt is, hogy lehetővé teszi azt, hogy a kisebbségek a saját anyanyelvükön töltsék ki ezt a kérdőívet. Tehát nem kell azért aggódni, hogy bonyolult román szakszavak vannak, magyarul is kitölthet. Azért kell aggódni, hogy bonyolult magyar szakszavak vannak, tehát ez egy fordítása a kérdőívnek. Nagyon fontos, igen. Választhatunk, hogy milyen nyelven akarjuk kitölteni? Választhatunk, igen, választhatunk. Tehát amikor megnyílik a kérdőívnek a felület, akkor jobb felső sarokban van egy nyelvválasztó menü. Ott van sajnos jelenleg a legalsó, a magyar, ami nem lenne gond, hanem hogy nem mindig látszik. Tehát maga a képernyő felbontásától függ, hogy látszik-e a magyar, vagy nem. Hogyha nem látjuk, akkor le kell kicsinyíteni a felbontást, vagy a képernyőt magát, és akkor ki lehet választani. De szerintem nagyon fontos az, hogy nem is csak, hogy magyarul sikerült elérni, hanem 14 kisebbségnek a nyelvén elérhető a kérdőív, illetve elérhető nyilván románul és angol nyelven is. Viszont összesen 16 nyelven. Az is fontos, hogy időközben is lehet váltogatni a nyelvet, tehát hogyha nem értjük magyarul, vagy nem értjük románul, akkor meg lehet nézni angolul is. Viszont amit fontosnak tartok elmondani, hogy az etnikai, vagy az anyanyelvi kérdésre való választás az attól teljesen független, hogy milyen nyelven töltjük ki. Tehát attól, mert románul töltjük ki, attól választhatjuk azt, hogy mi magyar nemzetiségűek vagyunk, vagy magyar anyanyelvűek vagyunk. Ez a kettő nem feltételezi egymást, csak azért mondom, mert volt már ebből félreértés. Jelentős segítség az, hogy
magyarul boldog, magyar nyelven olvashatjuk ezt a kérdőívet, de mi van azzal, aki nem boldogul az online kitöltéssel, nem boldogul a számítógép világával, bonyolult világával? Kiírtam magamnak két számot, az ország lakosságának 11%-a intézi a pénzügyeit interneten, és 29% vásárol online, magyarok körében is hasonló lehet ez az arány. Így van, erre volt nekünk felmérésünk, és a népszámlálás szempontjából, hát nagyjából azt mondtuk, hogy három csoportra osztható a lakosság ebből a szempontból. Tehát nyilván van egy réteg, aki nagyon jól boldogul az interneten, ezt mi körülbelül 15%-ra satszoltuk, és nyilván őket buzdítjuk arra, hogy akkor nyugodtan fogjanak neki, egyénileg töltsék ki, mert meg tudnak ezzel birkózni, és nyilván a háztartásukat, a családjukat is fel tudják vezetni. Ezek általában a fiatalabb, mobilisabb, nagyvárosi, értelmiségi rétegből kerülnek ki. A másik csoport az, aki szintén tud, vagy elég gyakran használja az internetet, csak szokatlan az ilyen típusú felületekkel. Nekik is azt mondjuk, hogy megpróbálhatják, viszont, hogyha bizonytalanok abban, hogy egyedül meg tudják oldani, akkor mindig legyen előkészítve az a telefonszám, legyen az egy hozzáértő családtagé vagy közeli ismerősé, legyen az a népszámlás.hu-nak a telefonos tudakozója, akit fel tudnak hívni. Tehát, hogyha elakadnak, ne az legyen, hogy akkor abba hagyjuk, felmérgesedünk, stb., hanem legyen valaki, akitől segítséget kérünk. Ez fontos, mert nyilván lehet olyan helyzet, és ezért működtetjük a telefonos tudakozót is, a szám ott van a népszámlás.hu-n, kedves hölgyek várják a hívásokat, tehát kérjünk nyugodtan segítséget. És a harmadik csoport az, aki nem internetezik, vagy aki azt gondolja, hogy egyáltalán nem boldogul ezzel el, nekik is van két lehetőségük. Az egyik az, hogy maga ebbe az önkitöltése szakaszban, tehát ami május 15-ig tart, bemehetnek a településeken, lesznek ilyen összeíró pontok. Kisebb településeken egy, nagyobb településeken, nem tudom, Marosvásárhelyen 14 ilyen összeíró pont. És már vannak összeíró pontok, azok már is működnek. Igen, tehát oda be lehet menni, és ott van egy számláló biztos van, aki segít a kitöltésben. Tehát ne, ugyanolyan szinten, mint hogy a házhoz jönne hozzád, csak te kell oda menjél. Viszont ez is egy jó lehetőség arra, hogy biztos nem maradj ki belőle. És a másik lehetőség nyilván az, hogy megvárják, míg a klasszikus összeírás elindul május 16-a után, és akkor otthon várják a számláló biztost, és reméljük, hogy el fog jutni mindenkihez. Igen, de én nem szeretnék összeesküvés elméletekbe belefutni, viszont ezt, amint a beszélgetésünk felvezetőjében is jeleztem, nagyon fontos az, hogy az online kitöltés szakaszában is először nyílik lehetőségünk arra, hogy mi magunk írjuk be a nemzetiségünket, az anyanyelvünket, illetve a vallásunkat, tehát nem a véletlenre van most bízva, nem arra van bízva, hogy esetleg ismétlem, nem összeesküvés elmélet, de hogy a számláló biztos pont rosszul hallott valamit, tehát mi magunk írhatjuk be. Ez így van, ez egy fontos szempont. Én nem gondolom azt, lehet, hogy én sem vagyok összeesküvés elmélet hívő, tehát lehet, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a számláló biztos tényleg rosszul érti, akár szándékosan is, amit mondtunk. Itt az a megoldás, vagy az a gyógyszer erre, hogy oda kell figyelni. Tehát, hogyha bemegyünk egy ilyen összeírópontra is, vagy ha majd a számláló biztos fog hozzánk jönni, akkor kell követni azt, hogy ő mit írt be, és meg kell szépen kérni, hogy mutassa meg, hogy az etnikumnál, anyanyelvnél és a felekezeti hovatartozásnál mit írt, és hogyha látjuk, hogy az rendben van, akkor meg kell kérni, hogy küldje be a kérdőívünket, és akkor ez a garancia arra, hogy az kerül be, amit mi vallunk, amit mi akartunk mondani. 1992-ben egyébként, 30 évvel ezelőtt az Országos Statisztikai Bizottságnak az akkori főigazgatója, nem jut már eszembe a neve, hogy ki volt, de egy interjúban azt mondta, és erre határozottan emlékszem, hogy nincs szükség a nemzetiségek nyilvántartására, mert csak egy ország és egy nép létezik, tehát Ennyit az összeesküvés elméletekről. Van még két perc az adásidőnkből. Szoktak beszélgetni az ukrajnai háború kitörése óta a minimum és a maximum programról, itt ugye Vlagyimir Vlagyimirovicsnak a minimum és maximum programjáról, hogy meddig akar elmenni, mi az, amivel beéri. Mi az, amivel beérjük mi a népszámlálás kapcsán? Mi az a minimum, amit mindenképp teljesíteni kell az összeírás során, mert ha nem, akkor nagy bajban leszünk. Hát a minimum számunkra
egyben maximum is, azt gondolom. Tehát nekünk az a legfontosabb, hogy 10-ből 10, 100-ból 100 magyar személyesen vegyen részt a népszámláláson, akár az önkitöltés fázisában, akár a második fázisban. Hogy mi történik, igen, tehát a modellezés az nagyjából arról szól, hogyha elfogadjuk a korábbi népszámlálások eredményét és az azóta végbe ment demográfiai folyamatokat, akkor körülbelül 1,1 millió magyar lehet még Romániában. Most nekünk az a problémánk, hogyha 10-ből csak 9 magyar válaszol, akkor nem érjük el az 1 milliós számot, aminek nyilván egy lélektani, szimbolikus jelentősége van, és főleg abból a szempontból, hogy nagyon-nagyon valószínű, hogy vagyunk annyian, viszont ezt fel is kell mutatni a népszámláláson, mert csak az fog számítani, aki meg is lesz számolva ebből az 1 millióból, tehát ilyen szempontból nekünk ez a legfontosabb tét. Nyilván ehhez hozzátartozik az is, hogy az arányunkat, tehát a súlyunkat Románián belül, vagy egyes településeken, megyéken belül sikerült-e megőrizni. Ezt is akkor tudjuk felmutatni, hogyha személyesen részt veszünk, és mindenképpen válaszolunk az etnikai anyanyelv és felekezeti kérdésekre. Legyen ez a végszónk, zárjunk ezzel Barna Gergő szociológusnak, a népszámlálási kampány lebonyolításával megbízott Közpolitikai Elemző Központ Egyesület elnökének. Köszönöm, hogy ma este itt volt a 24 pluszban és válaszolt a kérdéseimre. Köszönöm a lehetőséget és jó kitöltést a lakosságnak. Önöknek, kedves nézőim, köszönöm a figyelmet. Legközelebb hétfőn találkozunk itt a 24 pluszban. Legyen szép hétvégéjük. Viszontlátásra!